A főbb szerepekben találkozhatunk Nátházi Péterrel és Erdélyi Tímeával, aki Lili bárónőt alakítja majd. A színésznőnek kezdetben nagy kihívást jelentett ez a primadonna szerep, hiszen ahogy ő is mondta, alkatából adódóan nem egy tipikus primadonna, de mivel a történet elején egy kislányt játszik, így ez megkönnyítette a helyzetét. Egy lázadó kislány, a környezete és az édesapja ellen lázadó gyermek, amiből aztán a darab folyamán szépen lassan alakul ki egy igazi, komoly, ellentmondás nem tűrő és tiszteletet kikövetelő bárónővé. Úgyhogy ami miatt így indul ez a folyamat, könnyen tudom belehelyezni magam. A darabot már rengeteg feldolgozásban láthatta a nagy közönség, más-más rendezővel és színészekkel, de mindegyik nagy sikert aratott. Huszka Jenőt inspirálták Mártos Ferenc szövegei, így a Lili bárónő a magyar operett irodalom egyik leghíresebb darabja lett. Ezúttal az operett Varga Viktor rendezésében kerül színpadra. A Lili bárónő a magyar operett irodalomnak az egyik legszebb kincse, mert hogy színházi darab, színpadi darab, igazi szerepek, igazi alkotások vannak benne, és iszonyatosan jó viszonyok, pletykák, és bármiféle fajta olyan dolog, amiért lehet izgulni egy színházban. A másik oldala pedig az, hogy az Huszkának az egyik legjobb zenei alkotása, annyira változatos, annyira sokszínű, hogy minden formáját az operettnek meg tudjuk mutatni egy darabon belül. Az eredeti darabot 1919-ben mutatták be. A rendező úgy gondolta, hogy a 21. század nézőihez máshogy kell szólni, mint 100 évvel ezelőtt. Ezért felfrissítették, átdolgozták és tempósá tették a szövegkönyvet. Azt szoktam mondani, hogy a darab sikerességének a szaga akkor kezd fölmerülni, amikor a nézőtéren a takarítónénik nem takarítanak, hanem leülnek és nézik a próbát. Ez már előfordult a próba héten. Ezentúl nem csak a takarítónők, hanem bárki megtekintheti az operettet a Szarvasi Szervinusz Teátrumban.